Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, hölgyeket, urokat egyaránt. Tesómmal kameroni törpejúgot vásároltunk. Aztán ezt szeretném nektek bemutatni, úgyhogy most bővült az állományunk. Kettő gyerke és egy kos. Sajnos a kosnak egy szarva letört, de már így vásároltuk meg. Igazából engemet nem zavar, majd kinől. Ott a két gyerke, és ott a kos. Igazából majd ezek nagyobb helyre fognak kerülni, csak ezek ideiglenesen most ide vannak beragva. Átjövök ide, mert szerintem könnyebb lesz. Mindig jobban látni őket, ahogy ropogtatnak. Igen. Nagyon aranyosak igazából. A kos. Mi legyen a neve? Tök egyértelmű. Tesómmal. Bebe. Az lesz a neve. A másik gyerkénk. Nagyon szépek. Mindjárt ide. Úgyhogy átkerülnek egy nagyobb helyre, csak ideiglenesen ide vannak rakva. Szia, picikém. Ott van nekik a nyalósó. Ott meg a víz. Meg néha szokok nekik adni egy kis kukoricát, meg egy kis abrakot, de árpazabb. De azzal nagyon csinyán kell bánni. Meg még szeretnék többet is tesómmal, még a gyerkéket. Nagyon szépek. Ja, jó ízűen tudnak enni. Hogy csak ne.
Hello! Aha, ide jöttek, azt hiszik, hogy kukoricát. Aha, Bebe, hagyja a gyerkét. Azt keresi a kukoricát. Kapuzát. Jó van, na. Szépek. Megennéd. Nyalogassa az új kezemet. Jó, hát most ekkora helyen vannak sajna. De mondom, át lesznek rakva a srácok. Át lesznek rakva. Ott vannak a kecskék. Ha indja azokat is. A mandula. Na most ott a két járka egymás mellett, nézzétek. Szia! Na, megszagoltad a lencsét. Jó van, szépek vagytok. Aztán most szerintem lesznek itt girák is. Biztos, hogy lesznek. Jó, szépek, jó vanna, gyere ide. Na, átjövök. Most iszik. Megnézzük a kecskéket. Kecskék is most már bármikor meggidázhatnak. Csoki, gyere! Csoki, gyere! Gyere, na! Itt a mandula. Ott meg a csoki. Már jó nagy a gyomruk. Mondjuk a csoki az bármikor meg... meggidászott, nézzétek már milyen nagy. Nagy a hasa. Ott meg a zsömi. Annak is már jó nagy a hasa.
Ja. Megnézzük a pipiket, ha már kijöttem eddig. Nézzétek a kakasunkat, milyen szép lett. Ő maradt biztos. Még fiatal, ott vannak a kacsák. Na. Ő is szép. Ott az igazi erdélyi. Ő a vezérkakas. Ő pedig egy rózsatarajú. Ő is marad. Érdekes. Színben pompázik. Szépek. Kettő libát hagytam meg, srácok. Már elég nagy volt tavaly a ramazúri. Itt ütötték, vágták egymást itt a gunarak. Ez is egy érdekes színű kakas lesz, ő is marad. Meg egy szép erdélyi tyúk. Ő meg egy kendárlábos kakas. Ő is szép. Ez is érdekes szín lesz. Na, libák meg ott vannak a... Ő a szalagos gunár, már ugrálja a fodros tojót. Őket meghagytuk tesómmal. Gyönyörűek, szépek. És ugye ott a tojója. Már ugrálja, úgyhogy jók vagyunk. Szépek. Na, srácok. De a kacsákat is innyel megmutatom, hogy mekkorát nőttek. Szépek amúgy. Egy kis kendármagas tyúk. Á, szépek. Arra az is egy érdekes kakas fog lenni.
ő a főnök az udvarba. Az igazi erdélyi fajta, gyönyörű kakas. Hol van a kakacsáka? Óvítás! Meg a tojó új. Na. Megkutatok mindjárt valamit, srácok. Vettünk egy kaszát a jamárhoz. Úgyhogy itt van benne. Elég nehéz ide most bejönnöm, zsirúj amúgy. Úgyhogy be lesz üzemelve majd. Ott van. Jamárral. Jamárnak már megvan a kaszája, srácok. Ott van benne, ja. Meg még itt van benne még kettő szép kis bála. Úgyhogy a be lesz üzemelve az is. Na még egy utolsó pillantás a szia, Zsömi! Gyere, na! Szervusz! Benned biztos lesz kettő vagy három gira. Igaz-e? Csoki! Gyere! Csoki! Gyere, ott jön a! Nézzétek! Csoki! Gyere! Gyere! Nem jössz ide? Mandula, meg a csoki, de már jó nagy a gyomruk. A csoki az bármikor meg meggidászhat, pár nap. És itt vannak a... gyönyörű kameruli törpejuhok. Tudjátok ebben mi a jó, srácok? Hogy őket nem kell nyírni. Tehát őket nem kell nyírni, ő levedlik. Levedlenek. Ettől a szép kostól, akitől én vásároltam ezt a kost, tőle már volt gida. Méghozzá ő neki kettő gyerkéje már született az idén ennek a kostnak. Úgyhogy, srácok, most jelen pillanatban ez a helyzet jelentés. Legyetek jók! Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!